Csak egy fogmosás maradt ki. Fogatmostam, de bekapok még egy falatot alvás előtt. Mi baj lehet belőle? Nyaralunk. Belefér, ha elmarad a fogtisztítás. Most nem jó sietnem kell. Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok, ürügyek, meglehetősen gyakoriak, de ha valakinél túl sűrűn fordulnak elő ezek a kifogások, akkor annak bizony komoly következményei lehetnek. A prevenció nagy hangsúlyt kap a 60-ban egy évvel ezelőtt megnyílt magán egészségcentrumban, a Medical Centerben. A kórház ugye elsősorban így a szájhigiéné alapján a prevenciót célozza meg. Ugye a felnőtt szűrés fogorvosi szűrővizsgálatokat, ami többek között szájhigiénéi oktatást takar, fogkőtisztítást, fogfehérítést is magában tud foglalni. Minden egyéb ilyen. Megtanítjuk a betegeket a helyes szájápolásra, amit most már ugye tudjuk, hogy nem csak az, hogy háromszor mossunk egy nap fogat, hanem egy kicsit több eszközt igényel, például a helyes fogsejem használatát, vagy a fogköztisztító használatát, és ugye így a röntgenünket is igénybe lehet venni, ami a szűrővizsgálatokra, a szájüregi betegségek szűrésére szolgál, és ez így itt egy helyben megtalálható. A fogkő és a fogszúvasodás mellett improblémák, fogágybetegségek is kialakulhatnak, jobb, ha megelőzzük fogaink elvesztését, és odafigyelünk a szájhigiéniára. Mindenképpen meg tudjuk előzni ezeket a betegségeket, és nem csak ugye akkor, amikor már nagyon fáj, hanem az előtte lévő kisebb kellemetlenségeket, amiket elhanyagolnak az emberek, mert azt gondolják, hogy egy fogínyvérzés az nem egy olyan nagy probléma, mert hogy az úgy is elmúlik, de azért ebből adódik egyik a másik, és ugye ingyulladást, paradontológiai betegségeket lehet, és ugye a végén a fogak elvesztéséhez vezet. A Medical Centerben fontosnak tartják, hogy a páciens ne félve üljön a fogorvosi székbe, és elégedett mosollyal távozzon. Az oktatás azért is lényeges, mert nem tudják az emberek, hogy pontosan milyen problémájuk van, és milyen fogkefit használjanak. Azt gondolják, hogy egy jó erés sörte az majd le fogja takarítani a fogint, a fogakat és a fogint, de ez nem feltétlenül van így, mert annak, akinek már van egy kisebb gyulladás a szájába, az nagyon könnyen az ínyen nagyobb sérüléseket tud okozni, illetve a fogait el tudja súrolni, egy nagyobb eróziót tud kiváltani. És fontos lenne a megfelelő fogkefe kiválasztása, például kisebb fej, amivel könnyebben elérhető a hátsó fogak, egy több csomózású sörte, puhább sörtéjű, ami a sok szánnak köszönhetően ugyanúgy takarítja, de sokkal kíméletesebb ez a fogaknak is az ínynek. Fogaink megtisztításához nem elég a fogkefe, az maximum csak a 60%-át tudja megtisztítani, ezért is fontos figyelmet fordítani a körültekintő fog- és szájápolásra. Az egészségcentrum dentálhigiénikusát arról is kérdeztük, milyen tapasztalataik vannak a megnyitás óta. Hát a tapasztalat az, hogy a paciensek fele még nem is történt náluk fogkőtisztítás, nem jártak ilyen szájhigiéniai tanácsadáson. A másik felének pedig nagyon rossz tapasztalata van. Azt hallom vissza a betegektől, hogy csak simán, gyorsan, érzéstelenítés nélkül a doktor végighalad egy fogköztisztító, kézi fogköztisztítóval, és mi itt nálunk van helyi érzéstelenítés, és mi ultrahangos depurátort használunk, valamint a professzionális fogtisztítás véget egy homokfúvógéppel kiegészítve végezzük ezt a fogkőtisztítást, valamint polírozásra kerül sor, és meglepődnek a betegek, hogy ez ennyire sok rétből áll, nem pedig csak gyorsan lekapkodjuk a fogköveket. Az egészségcentrumban fogászati és egyéb szakterületeken is modern műszerparkkal felszerelve várják a térségi lakosokat, nagy hangsúlyt fektetve a kényelemre egy szép, kellemes környezetben. A fogászati szolgáltatásokat pedig kibővítik. Most indult nálunk az implantológia, úgyhogy a meglévő fogorvosunkkal is egy új implantológus orvossal bővült a csapat. A műtőnk, ami ott hátul lesz, ugye ez két nagy műtőből fog állni, ahol az egynapos sebészeteket fogják végezni, valamint egy fogászati műtő, ahol altatásos fogászatot fogunk csinálni.
Fogászati szolgáltatásai között szerepel többek között a panoráma röntgenkép készítése is a fogazatról, illetve a modern eszközök széles körű vizsgálatok elvégzésére alkalmasak. Ő az egyik legújabb a Hyperion X9 Pro gép, ami egyben panoráma röntgen, illetve egy fejnyaki régiós CT is, valamint ki van egészülve egy tele röntgennel is, amit a fogszabályzó szakorvosok nagyon kedvelnek, ők szoktak kérni felvételeket. A teleröntgen az két irányú, egy elül oldali és egy oldalirányú felvételt tud készíteni, leképezve az egész fejet a harmadik csigolyáig. A Medical Center magánegészségcentrum szolgáltatásait már egyre többen ismerik Hatvanban, ahol az egészségügyi ellátást meseszép, nyugodt körülmények között tudják végezni.